want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Sziasztok, itt vagyunk az őszi Play után, Zsanettel veszünk. Hát szia! Hát fú, hosszú nap volt, és holnap folytatjuk. Ha jól emlékszem, te egy Assassin's Creed cosplaybe voltál ma. Mesélj erről nekünk kicsit. Evie Fry voltam ma, fel is léptem a színpadon. Nagyon sok assassin volt még amúgy a társaságban, ugye a magyar AC-s csapat. Ők nem léptek fel sajnos, de itt vannak, szép voltam mindenhol ők is, szóval. Ne a testvériség. Na, ez jó hangzik. Mesélj kicsit nekünk így a csapatról, így mindent összevéve. Fú, hát egy jó pár éve azért van egy-két ember, aki mondjuk ilyen 3-4 éve azért már ismeri egymást, és egyre többen lettünk, akik AC-ból cosplayeztek. Aztán gondoltunk egyet, hogy annyi fajta cosplay csapat volt eddig, akkor miért nem legyen AC-s? És azért úgy azzal a 50 tag biztos, hogy van a csapatban, szóval. Ó, az szép, az szép. Mindenkinek megvan egy-egy ilyen bevett jelmeze, vagy esetleg így váltogatjátok? Hát én szoktam például váltogatni, de van egy alap, ami a csoportban mondjuk a nevem, tehát például én mindig Evie vagyok, az, ami így konkrétabb, hogy mondjuk amikor hívnak valahova a premierre, vagy ilyesmi, akkor azt szoktam vinni. De van, akinek van 5 cosplay-e, vagy akinek csak egy darab van, tehát hogy ahogy esik. Tehát akkor változó mondhatni. Milyen véleményed a nemrég debütált Assassin's Creed Origins-ról? Ó, hát nekem volt szerencsém kipróbálni. Eleinte nem hallottam túl sok jót róla. Mindenki azt mondta, hogy nem lesz olyan jó, meg minden, de kipróbáltam, és hát nekem nagyon tetszett. És nem csak azért, mert fan vagyok, hanem mert tényleg az új dolgok, amit beraktak a harcrendszertől kezdve, a mesterséges intelligencia is tök új lesz, és hát egy kicsit nehéz volt először, de nagyon tetszik. Melyik rész lenne az, amit ti mindenképp kiemelnél a játékból? Hát a személyes kedvencem az a Syndicate, az előző rész mindenképpen, de maga az Ezio széria az, ami ugye nagyon nagy sztorit kapott, mert azért 3 rész volt, és azért azt mindenki jobban ismeri, én is, de az nagyon jóra sikerült az elején. Hogyan tudnád összehasonlítani ezt az eredet történetet magához, a mindenki által hőszeretett Ezio sztorihoz? Hogy mennyire kötődik hozzá? Vagy? Mennyire kötődik, mennyire ez lenne a jobb, az lenne a jobb, ilyesmi valahol. Hát igazániból ugye most az Origins-ben volt, hogy honnan indult el. Igazániból Ezio volt az ugye, aki igazániból elkezdte azt, hogy akkor legyünk már többen, még többen, és akkor toborozta igazániból az embereket, úgymond. Tehát ő ebben volt része a dolognak, de nem tőle indult el kimondottan, de azért nagy része volt a sztorinak, szóval. Tehát mindenképpen meghatározó karakternek tekintető. Mik a terved a jövőre nézve cosplayt illetően? Hú, hát van nagyon sok tervem. Assassin's Creed-ből is van tervem. Onnan a Ezio és az örök szerelme páros cosplayben nagyon szeretném. Meg a Unity-ből is leszünk párosan, ugye a templomos Assassin's szerelmes pár drámája, tehát azt mindenképpen. Azt a kettőt mindenképpen. És áruld el nekünk itt a kulisszák mögé, mögött, találtál már hozzá párt? Igen, mindkettőhöz. Na, szuper. Hát örömmel várjuk az új munkádat, és találkozunk a legközelebbi Play-en is. Köszönjük. Én is köszönöm.